A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes minél kisebb korban felhívni a gyermekek figyelmét a biztonságos életmód alapismérveire, hiszen így válnak majd igazán tudatos felnőtté. Emelte ki a projektért felelős rendőr alezredes. Arra is kitért, hogy a kivitelező csapat a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés anyagi támogatásával hozott létre olyan játékokat, valamint foglalkoztató füzeteket, melyek segítségével az óvodások szórakoztató módon vizuális képességeik, kézügyességük, memóriájuk és logikájuk fejlesztése közben szerezhetnek új ismereteket különböző témakörökben. Nagyon fontos az alapvető vagyonvédelmi ismeretek elsajátítása. Hogy vagyunk otthon biztonságban? Hogy tudjuk az otthonunkat biztonságban hagyni? Ugye ezek a gyerekek már a kerékpárokat is használják. Nagyon fontos, hogy már ebben a korban tudják, hogy milyen védőfelszerelésekkel tudják a testi épségüket megóvni, illetve a kerékpárjaikat milyen biztonsági eszközökkel kell felszerelni. Nagyon fontosnak találtuk itt a munkafüzet összeállításakor, hogy a katasztrófa védelemnek, a tűzvédelemnek fontos gondolatait elsajátítassuk a gyerekekkel. Csongrád megye, vizes megye. Nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a nyári és a téli vízbiztonságnak az alapvető szabályaival. Ilyen munkafüzetünk is van. Mindemellett az ötletgazdák arra is gondot fordítottak, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat is készítsenek. A témák sokszínűsége mellett a projekt másik különlegessége, hogy annak kidolgozásába az érintett korosztály tagjait is bevonták. Az osztályon tavalyi évben olyan kisgyermekes szülők dolgoztak, ahol pont ez a korosztály volt a gyermekeik által érintve, 7 kisgyermek 3-tól 8 éves korig, és akkor úgy gondoltuk, hogy jót és hasznosat igazán jól úgy tudunk adni ennek a korosztálynak, hogyha támaszkodunk ezeknek a gyerekeknek az ötletére, gondolataira, és így létrejött egy úgynevezett fúziós program, amelyet gyakorlatilag szinte elmondhatunk, hogy óvodások készítettek óvodásoknak, rendőrszüleik segítségével, amely program a Panna és Banna biztonságbolygója elnevezést kapta. Mózesné Toronykői Márta hozzáfűzte, szeretnék majd minél több emberrel megismertetni ezt a kezdeményezést, de a járványhelyzetre való tekintettel rendezvényi keretek között most erre nincs lehetőség. Ezt figyelembe véve arra gondoltak kollégáival, hogy a kiadványokat elérhetővé teszik az interneten. A képernyőn látható weboldalon megtalálhatók a feladatgyűjtemények, azokat bárki letöltheti.